Üdvözöljük Önöket! Az alábbi videóban a Mascar M700 típusú bálázamonitor kezelését fogjuk Önöknek bemutatni. A monitoron összesen 9 kezelőgomb található, úgy mint a be- és kikapcsolásra szolgáló gomb, a szecskázó kések kapcsoló gombja, a dugulás elhárító lemez gombja, a számláló gomb, 4 navigációs gomb, illetve a kötözés elindítására, illetve esetleg megállítására szolgáló start gomb. A monitort a bekapcsoló gomb rövid megnyomásával kapcsolhatjuk be. Bekapcsolás után 2 rövid csípszót hallunk, majd néhány másodpercig a gyártó logója látható, illetve az, hogy mennyi idő van hátra a következő karbantartásig. Amennyiben ez az idő eltelt, úgy a gép felajánlja a kezelőnek a számláló nullázását. A számláló természetesen csak abban az esetben nullázható, ha a gép karbantartása megtörtént. Fontos megjegyezni, hogy a videó elkészítéséhez a monitort egy null revízió előtt álló bálázóhoz csatlakoztattam, így a munkaképernyőn látható paraméterek nem pontosak. A 11 részre osztott munkaképernyőn láthatjuk a beállított, illetve az aktuális paramétereket. A paraméterek között a navigáló gombokkal válthatunk, és állíthatjuk be őket. A munkaképernyő bal felső sarkában láthatjuk a bála paramétereit. A jelenlegi beállítás szerint 80 cm a magátmérő, és 150 cm-es a maximális átmérő, a jelenlegi átmérőnk pedig 125 cm. Az állapot, illetve tömörségjelző csík alatt láthatjuk a beállított tömörség értékét. Ez a magátmérőnél 70 bar, magátmérő fölött pedig 160 bar. Középen látható az aktuális nyomás, de jelenleg ez nem valós információ. A paraméterek között a navigációs gombokkal tudunk váltani. Valamelyik navigációs gombot egyszer röviden megnyomva, zölddel kijelöli az aktuális menüpontot, a navigációs gombokkal ki tudjuk választani azt, amelyik számunkra, amelyiket állítani szeretnénk, és úgy tudjuk állítani, hogy valamelyik navigációs gombot hosszan nyomjuk, csak a sokat várunk, eltűnik a kijelölés, tehát hosszan tartjuk, ilyenkor pirosra vált a háttér és fehérre a karakter, és a plusz, illetve mínusz gombokat tudunk állítani rajta. És ha még egyszer megnyomjuk a balra vagy a jobbra navigációs gombot, azzal el tudjuk menteni a beállított paramétert. A jobb felső sarokban tudjuk beállítani, hogy a kötözés indítás automata legyen, vagy kézi. Ehhez hosszan kell nyomni valamelyik navigációs gombot, most átállítottuk manuálisra, én most visszaállítom automatára, hiszen alapesetben ezt használjuk a leggyakrabban. Alatta lehet kiválasztani a kötöző anyagot, úgymond, azaz, hogy hálóval vagy madzaggal szeretnénk bálázni. Ez a bálázó tudomásom szerint csak hálóval tud, és nem is tudom átállítani. De mindjárt megnézzük, van-e rá opció, de nem vált át. Itt a 4-es azt jelöli, hogy egy bálát hányszor tekerjen körbe hálóval, ez jelenleg alapbeállítása 4. Ez leginkább a hálónak a minőségétől függ, hogy kevesebbet vagy többet kell rátekerni. Itt alatta látható, hogy az aktuális hálóból hány métert használt fel a bálázó. Végül van a legalsó menüpontunk, itt a számláló gombot nyomva tudunk váltani az adott számlálók között, természetesen itt írja ki, hogy az adott számlálón hány bálát számolt össze, hány bála készült el. Ez egészen 0-tól 9-ig tart. És akkor lépjünk be a menübe, és nézzük meg, hogy milyen további beállításokat tudunk számunkra megfelelő módon beállítani. A program beállítása menüpontban tudjuk beállítani a bálánk paramétereit. Itt a menüpontok között úgy tudunk belépkedni, a jobbra gombbal belépünk egy almenübe, a balra gombbal pedig vissza. Itt szerencsére mindent szövegesen kiír, hogy melyik paraméter pontosan micsoda. Itt vannak előre lementett programok a gyártótól, de természetesen sajátot is létrehozhatunk. És például most kiválasztok egyet. A program számánál.
Itt ezek alapvetően 120 cm-es bálák. Kiválasztok mondjuk egy 150 cm átmérői szalmát. Bála átmérőnek meghagyom a 150-et. Magát mérőnek viszont mondjuk beállítok 90 cm-t. Magnyomást változatlanul hagyom. A háló mennyiséget pedig lecsökkentem 3-ra. És ha kész a programunk, a program betöltését kell kiválasztani, és átnyomni az igenre, és betölti az általunk kívánt programot. A következő menüpont a számlálók. Itt a külön számlálóknak tudunk nevet adni, illetve a bála számnál manuálisan hozzá tudunk adni bálát, illetve elvenni is. Ugye ez akkor lehet fontos, hogyha például kötözés nélkül dobtuk ki a bálát, vagy szétszakadt egy bál és azt kell feletetni, és így nyilvánvalóan az minuszolni kell. A Total menüpontban a valaha elkészült összes bálát, illetve az összes munka, azaz üzemórát tudjuk megtekinteni, illetve itt látjuk, hogy hány óra van még a következő szervízig, és itt tudjuk ezt az értéket kinullázni. A következő menüpontunk a gép beállítása. Itt tudjuk beállítani, hogy hálós, avagy madzagos legyen a kötözés, illetve kötözés indítás késleltetést tudunk beállítani. Beállítás a menüpontban tudjuk beállítani a háttérvilágításnak a fényerejét, a sípszónak a hangerejét, illetve itt tudjuk ki- és bekapcsolni a billentyűzet világítását. A kézi kezelés menüpontban manuálisan el tudjuk indítani a kötözést, illetve a hálóvágást is szükség esetén, illetve természetesen a madzaggal történő kötözést is itt tudjuk vezérelni. A bálázó használható monitor nélkül is, azonban ezt megelőzően a vészmód beállítása menüpontban be kell állítani a bála paramétereket. Itt is be tudjuk állítani a bála átmérőt, a magátmérőt, a nyomást, azaz a tömörséget, a kötözés típusát, illetve hogy mennyi hálót tekerjen fel a bálára. Az info menüpontban a monitorral kapcsolatos információkat találjuk meg, úgy mint a aktuális tápfeszültség, a típus, a monitoron futó szoftver, illetve itt különböző paramétereket tudunk még monitorozni. A nyelv menüpontban tudjuk beállítani a monitor nyelvét. A Mascar Monster bálázókhoz kérhető bálallag visszajelzés, ez itt középen a C részen látható. Jelenleg azt láthatjuk, hogy kissé jobbra kell tartanunk, mert a bálázónk bal oldalát kell jobban etetni. Abban az esetben, ha egyik oldal sincs nyíl, akkor a bálánk egyenletes, a szokásos kígyózó mozgással kell tovább etetnünk a bálázót. Ha ugyanezt a nyilat bal oldalt látjuk, tehát a bála ezen az oldalán, akkor balra kell tartanunk a gépünkkel, hogy jobban etessük a bálázó jobb oldalát. Még további kettő variációja van a bálalak visszajelzésnek, ekkor a bálánk kúpos alakú, tehát nem egyenletes az átmérő, és természetesen akkor is azon az oldalt fog a nyíl megjelenni, amerre tartanunk kell a bálázóval, tehát például, ha jobb oldalt jelenik meg a nyíl, jobbra kell tartanunk, és a bal oldalát kell etetni a bálázónak. Köszönöm szépen a figyelmüket, és jó munkát kívánok!